De már kint, mikor oda kiértünk, tudod, ott, hogy mi ez a retek? Lovasi András a Fezen Fesztivál idején adott hangot a szag iránt mutatott nem tetszésének. A bűz azonban láthatólag nem okozott ennél komolyabb fennakadást a rendezvényen. Sok fehérvári nem is érezte az elmúlt napokban terjengő trágyaszagot, volt azonban olyan is, akit kifejezetten zavart a bűz. Néhányan úgy gondolták, a büdös a szennyvízzel hozható összefüggésben. Éreztem igen szombaton délután este fele, esti órákban. Zavart. Jöttünk haza a kertből, leszálltunk a buszról, és egész hazáig éreztük a szagot. A bűz például erről a területről is érkezhetett, itt repcevetésre készítik elő a talajt. A városban szétáradó szag pedig mezőgazdasági munkák eredménye. Szerves trágyával táplálták ugyanis a termőföldeket. 5 éve volt hasonló szerves trágyázás. Stéger András azt mondja, múlt héten kezdődtek a munkálatok, azóta mintegy 5 hektáron terítették szét és dolgozták a földbe a trágyát. Betakarítás után ilyenkor kell és ilyenkor szabad kiszórni a szerves trágyát, de ezt kellő odafigyeléssel, aláforgatással, de ez a szakhatás, ez mindenkor érvényes. Az igazgató a székesfehérváriak elnézését és türelmét kéri a kellemetlenségekért. Stéger András azt mondja, a következő néhány napban nem, heteken belül azonban újra trágyázni fognak. Az uniós szabályok szerint ugyanis ezeket a munkálatokat csak ebben az időszakban végezhetik el a szakemberek.